Háromnapos téli mentortábort szerveztek a Nyíregyházi Egyetemen a Tanítsunk Magyarországért program keretein belül. A Nyíregyházi intézmény mellett a Pécsi, a Miskolci és a Debreceni Egyetem a kezdetektől benne van a programban. Az EGRI Egyetem és az ELTE pedig nemrég kapcsolódott be. A programnak a fő célja, hogy a gyerekeknek a látókörét kitágítsuk, hogy olyan helyzeteket tudjunk a számunkra biztosítani, amelyekhez kevésbé tudtak hozzájutni. A mi mentoraink például a gyerekeket tanulmányi tevékenységükben segítik, sporttevékenységeket folytatnak velünk, vagy csak egyszerűen beszélgetnek velük. A mostani programunkban a másik csapat fog fölkészülni. Ők már megcsinálták azt a 30 órás elméleti kurzust, ami feltétele annak, hogy ki tudjanak menni az iskolákba dolgozni. Az első és a harmadik napon a Nyíregyházi Egyetem oktatói tartottak előadást a mentoroknak. A kerekasztal beszélgetés során olyan ismereteket kaptak a hallgatók, amelyeket a gyerekekkel való foglalkozás során tudnak hasznosítani. Hiszen a kistelepülésen élő 12-16 éves fiatalok munkaerőpiacra segítése mellett a program célja az egymásról való gondoskodás és a közösséghez tartozás élményének megélése is. 9 iskola 200 mentorátjával körülbelül 50 hallgató foglalkozik. Ezek a hallgatók ugye 4-5 gyerekkel foglalkoznak, nekik segítenek a pályaorientációban, a pályaválasztásban, a tanulmányaikban természetesen, ahogy lehet is olvasni a honlapján a programnak, ezzel olyan 15-20%-kal növekszik a diákoknak a tanulmányi átlaga és eredménye, olyan, mintha 2-3 hónappal tanulnának tovább egy-egy tantárgyat. A mentorprogram a tanulás mellett kulturális programokat is jelent a gyerekek számára. A projektvezető úgy fogalmazott, az egyetlen korlátja a rendszernek, hogy az egyetemistáknak el kell jutni a gyerekekhez a kis településekre, ezért Nyíregyháza vonzás körzetében másfél órás távon belül vannak a programba bekapcsolt általános iskolák. Az első fél év tapasztalati alapján több mint a 90%-a a mentoroknak nagyon jól érzi magát a mentorálás során, a gyerekektől és az általános iskoláktól is ez a visszajelzés, úgyhogy az, hogy 90%-nál több marad a rendszerben, az mindenképp azt jelzi, hogy a rendszer eddig sikeres, nagyon sok helyre jutottak a gyerekek a mentoraikkal, és már mindig kérdezgetik a tanáraikat, hogy melyik nap jönnek a héten a mentorok, úgyhogy ezek nekünk pozitív visszajelzések. A Tanítsunk Magyarországért programnak van egy vállalati mentorprogram pillére is. Ehhez vállalatok úgy csatlakozhatnak, hogy megnyitják a kapukat a kisiskolások előtt, és betekintést engednek az ott zajló munkákba.